Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Október 23-a, kitüntetések, fáklyás felvonulás, színpadi műsorok Tolna megye szerte. Alakuló ülés, megkezdték a munkát a Tolna megyei önkormányzat képviselői. Halálos balesetek, rengetegen haltak meg az utakon az elmúlt hetekben. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kitüntetések átadásával, fáklyás felvonulással, színpadi műsorokkal és koszorúzásokkal ünnepelték meg Tolna megye szerte az 1956-os forradalom kitörésének 63. évfordulóját. Szekszárdon ünnepi hangversenyt adott a helyi kamarazenekar a Babics Mihály Kulturális Központban, majd a Szent István téri emlékműnél kezdődött ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharca alkalmából. A visszatért hatalom pedig véltől habos szájjal vicsorog, hiszen eljött a bosszúállás ideje. Teszik, mert nem ismerik a latin mondást. Ma nekem, holnap neked. Ács Dezső szekszárd polgármesterek köszöntőjében felidézte az 1956-os forradalom és szabadságharcig vezető főbb történelmi eseményeket, és azt, hogyan verték le a magyar forradalmat a szovjetek. A városvezető hozzátette, nem volt hiába való a szabadságért folytatott harc, mivel az 56-os forradalom ütött részt a szocializmus falán, és az vezetett el az 1989-es rendszerváltáshoz is. Az utókornak pedig az a feladata, hogy megemlékezzen erről, hiszen közös jövőnk záloga, szellemi és erkölcsi hagyományaink megőrzése, jelentette ki Ács Rezső. Méltó vagyok, és egy kell, hogy legyünk annak, amit az 56-os fiatal kifjuk célként tűztek ki és meghatároztak, ez pedig a szabadságvágy, az, hogy a saját sorsunkat még elfelejtsük, az, hogy a hazugságot el kell söpörni az útból, és nem kell félnünk. Szekszárdon a Garai János gimnázium diákjai által összeállított irodalmi műsor zárta az ünnepséget. Pakson a városi ünnepséget a Csengei Dénes Kulturális Központban tartották meg. Csaló a köncsebb, hazug a halál, Sík Sándor költő szavaival köszöntötte az ünneplőket Szabó Péter polgármester. 56 ragyogása ma is tiszta fényt gyújt a szemnek, melynél megláthatjuk azt a világos, egyértelmű értékrendet, amelyben egy volt a cél és az akarat, és amely elvtelenül nem pusztán a hatalom megszerzésére szövetkezett, önmaga hamis szándékát az emberek szolgálatának köntösébe bújtatva. A városi ünnepségen adták át a Pro Urbe emlékérmet, melyet Kerné Magda Irén, idősebb Kiszti Károly és Forszer József vehetett át. Bonyhádon az 1956. október 23-ai eseményeket a középiskolás diákok műsora elevenítette fel. A haza iránt érzett szeretet erőt ad ahhoz, hogy továbbra is megőrizzük Magyarország és a magyar nép függetlenségét mindenféle elnyomó diktatúrával, idegen kultúrával szemben, hangsúlyozta ünnepi beszédében Bonyhád polgármestere Filoni Ferenc Ibolya. Az idegen hatalmakat kiszolgáló kormány ellen a mélyben izzott a gyűlölet parazsa. A szikrát a fiatalság bátor fellépése adta meg. Hitüknek, önfeleldozó bátorságnak volt köszönhető, hogy a félelemben élő Magyarország felemelte a fejét, a megalázott népből újra történelmére, kultúrájára büszke nemzetté vált. Bonyhádon az október 23-ai ünnepség fáklyás felvonulással és az 1956-os emlékhelyek megkoszorúzásával ért véget. Azért jön ma, professzor úr, mert a mama szerelmes belé. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjai színpadi műsorral készültek a szabadságharc kitörésének évfordulójára. Déri Tibor Két asszony című novellájának színpadi átdolgozását mutatták be, így felhívva a nézők figyelmét a nők szerepére a harcok idején. Appelszoffer Ágnes, a város polgármestere beszédében Nagy Imre és mártírtársai, valamint a forradalom névtelen hősei mellett a harcok idején az ENSZ-ben a magyar üggyel foglalkozó, valószínűleg ezért meggyilkolt egykori dán diplomatáról is megemlékezett. Emlékezünk egyenletten rá a dánra is, hiszen 1956 forradalmának és szabadságharcának e különös epizódja, ez a valóban politikai krimibe illő történet bizonyítéka. Bizonyíték arra, hogy a magyar nemzet őszinte,
tiszta és szabadságvágyó lelke követőkre, támogatókra a nagyvilágban. Szabadság nincs még, és messze már. De Uram, én akkor is maradok. Bátaszéken a II. Géza gimnázium diákjainak műsorával kezdődött a megemlékezés. Az ünnepi műsort követően az egybegyűltek koszorúkat helyeztek el a forradalom egyik mártírja, a 15 évesen a harcokban elesett Mansfeld Péter emlékére emelt kopjafánál. Az ünnepi beszédet Péter Gábor a gimnázium tanára mondta, kiemelte az összefogás fontosságát, mert 56 szellemisége a mának is szól, hangsúlyozta. Ezek a hősök nem azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események lefolyását. Nem is azt, hogy név szerint ismerik őket. Egy valamit azonban joggal várnak. Azt, hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és tovább vigyük azt a hitet és egységet, amellyel ők a magyar nép jövőjéért áldozták életüket. Dombováron az 56-os téren tartottak megemlékezést. Éri Tamás helyi pedagógus arról beszélt, hogy örök hála illeti a forradalom vértanúit. Örök hála és dicsőség 1956 vértanúinak, hogy emlékeztették a földkerekség népeit, milyen a magyar. Dombováron ugyanúgy, mint Tolna megye legtöbb településén, koszorúzással ért véget a megemlékezés. Több mint 50 köbméter hulladék keletkezett a gázrobbanásnál, tudatta a szekszárdi önkormányzat. A sajtóközlemény szerint az október 9-i szerencsétlenséget követően folyamatos a kármentesítés, a megbízott vállalkozó pedig előkészíti az ingatlant a felújításra. Helyi vállalkozókkal együttműködve közel 80 helyszínen, lakásban vagy lépcsőházban befették ideiglenesen a kirobbant üvegfelületeket. A gázrobbanásban érintettek közül eddig 7 sérült ingatlanból kértek önkormányzati lakásban elhelyezést. Az azonnali kármentesítést követően több mint 50 köbméter, jelentős részben üveghulladékot szállított el az Aliszka Terra NKFT a helyszínről. A gázrobbanás következtében a Herman Otto utca 3-as és 5-ös lépcsőház 20 lakása, valamint a 8-as lépcsőházban további 9, vagyis összesen 29 lakás vált pillanatnyilag lakhatatlanná. A polgármesteri hivatal munkatársai a lakásukat elhagyni kényszerülő tulajdonosoknak segítettek a költözésben, illetve raktárhelyiség felajánlásával az ingóságaik elhelyezésében. A tragédiát követően a polgármester a humán szolgáltató központot bízta meg az adományok kezelésével, a felajánlásokat továbbra is várják. A gázrobbanás károsultjai nem csak fizikai, hanem lelki segítségnyújtást is kérhetnek a humán szolgáltató szakembereitől. Az Aliszka Bau ZRT október 21-én kezdte meg az épület kármentesítését, helyreállítását. A munkák időtartamát nem lehet előre megbecsülni. Október 23-án hivatalosan is letette esküjét a 8 megválasztott képviselő és Dombovár polgármestere Pintér Szilárd. Dombováron a helyi képviselőtestület alakuló ülése után tartották meg a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének első ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének, aki ebben a tisztségben második mandátumát kezdte meg. Hatalmas taps fogadta Dombovár újonnan megválasztott polgármesterét a képviselőtestület alakuló ülésén. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a valós, megfontolt fejlesztések iránt elkötelezett, ennek megvalósulásáért fog dolgozni. Ez a bizalmat azt gondolom nem most szereztem meg, hanem az elmúlt 10 évben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok munkát el kellett végeznünk mind a 8 körzetben, hogy az emberek elhiggyék, hogy ezt lehet másképp csinálni, és talán másképp érdemes csak csinálni, és nem szabad az energiát a háborúra fordítanunk. A dombóvári fejlesztési helyzetek kivizsgálása érdekében 8-10 napra leálltak a munkálatok. A kivitelezők ezzel kapcsolatosan semmilyen sérelmet nem jeleztek. Azt gondolom, hogy olyan fejlesztések zajlanak, amelynek a pénzügyi hátteréről és annak biztonságos kifizetéséről szeretnék én meggyőződni. Nyilván nagyon fontos, hogy megismerjük azt a műszaki tartalmat, ami a valóságban épülne. Jelzésértékű, hogy a helyi testületi alakuló ülés napján tartották Dombóváron a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alakuló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének. 10 vagyunk, a nem közénk tartozók 5 vannak. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Itt elsősorban a megye fejlesztéséről beszélek, azokról az Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról, amelyet annak érdekében tudunk majd felhasználni, hogy az itt élő emberek otthon érezzék magukat,
tudják nevelni a gyerekeiket, a közösségeik tudjanak működni, tehát jól érezzük magunkat Tolna megyében. A helyi lakosok nagy érdeklődését emelte ki Potápi Árpád János államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője. Fehérvári Tamás, akit közgyűlés óriási többsége 13 szavazattal megválasztott, szintén dombóvári lakos, úgyhogy öröm számomra az, hogy ilyen nagy figyelemmel és jókedvűen, felszabadultan zajlott le mindkét közgyűlés, illetve az itt ülő emberek is így fogadták ezt. Október 23-a van, ez a nemzeti ünnepünknek itt Dombóváron és Tolna megyében már egy részévé is vált. Dombóvár polgármesterének munkáját és céljait méltatta Süli János miniszter. Ez egy fontos győzelem, azt gondolom, mint ahogy a polgármester úr elmondta, ő nullállapotot akar fölvenni, együtt akar működni mindenkivel, aki a város érdekében hajlandó dolgozni, ez szerintem is a legfontosabb. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökeit most nem választották meg. Arra majd egy későbbi időpontba kerül sor. Megtartotta alakuló ülését Bátaszékváros önkormányzata. A testület két alpolgármestert választott, Somosi Szabolcs és Kemény Lajos személyében. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a város érdekében túl kell lépni a politikai csatározásokon. Letette a hivatali estőt Bozsolik Róbert polgármester, valamint a képviselőtestület tagjai is Bátaszéken. A testület a következő 5 esztendőben 3 szakbizottsággal végzi a munkáját. Bozsolik Róbert azt mondta, nincs szükség a politikai csatározásokra, olyan együttműködés kialakítására törekszik, mely a város érdekeit szolgálja. Ígéretesnek tartom azokat az egyeztetéseket, amelyeket alakuló ülésig lefolytattunk képviselőtársainknak, hiszen mindenki arról tett tanúbizonyságot, hogy együtt akar működni, együtt kíván működni, és minden erejével azon lesz, hogy ez a település az elkövetkezendő 5 esztendőben is töretlenül tudjon fejlődni. A képviselőtestület egyöntetű akarata szerint két alpolgármester, Somosi Szabolcs és Kemény Lajos segíti majd a munkát. Előbbi a gazdasági, utóbbi a humán terület felügyeletével foglalkozik majd társadalmi megbízatásban. Letartóztatták azt a 35 éves tolnai sofőrt, aki néhány napja kétyengázolt halálra egy éppen füvet nyíró férfit. A gázoló erősen ittas állapotban volt a baleset idején, és a rendőrökkel is erőszakosan viselkedett. A férfinak ezért nem csak a halálos baleset okozása és az alkohol miatt kell majd felelnie a bíróságon. Rengetegen haltak meg az utakon az elmúlt időszakban. A rendőrség statisztikája szerint országosan 60-an vesztették életüket egy hónap alatt. Ilyen magas halálozási számot évtizedek óta nem tapasztaltak. Tolna megyében is sok tragédia történt az elmúlt időszakban, de az év egészét nézve még mindig csökkenés tapasztalható. A szakemberek szerint a halálos balesetek legfőbb oka a biztonsági öv mellőzése és a megszokásból való vezetés. Ezek a felvételek október elején készültek. Egy kukoricát szállító pótkocsis traktorral ütközött egy autó Szedres közelében. A járműben utazók egyike sem használta a biztonsági övet. A balesetben 3 haltak meg. Nem ez volt az egyetlen tragédia a közelmúltban, ami Tolna megye útjain történt. Elég az október közepén történt dunakömlődi halálos balesetre gondolni, ahol egy 78 éves autós lesodródott az útról és egy fának ütközött. De néhány nappal ezelőtt is történt tragédia, kétyen az úttest mellett füvet nyíró helyi férfit gázolta halálra, egy ittas autós. Nem csak a laikusok számára tűnik úgy, hogy ősszel sok a halálos baleset. Az országos statisztika szerint 66-an haltak meg egy hónap alatt. Ilyen magas halálozási számot évtizedek óta nem tapasztaltak az utakon. A kiugró számok pontosokát a rendőrség sem érti. A szakemberek szerint az ok a közlekedési morál romlása lehet. A gyalogosok, kerékpárosok és a vezetők egyaránt figyelmetlenebbek, és az átlagsebesség is nő. Tolna megyében is lehet tapasztalni ezt a tendenciát. Valóban sok halálos baleset történt az elmúlt időszakban, mondja Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője. Az első fél évben egy halálos baleset történt, és gyakorlatilag a mai napig pedig 9. Tehát ha megnézzük, hogy 2/4 év alatt egy halálos baleset volt, most az utolsó 3/4 évben, ha nézzük, akkor meg ahhoz képest 8, akkor nyilván nálunk is, ha ezt veszük alapul, emelkedés van, igen.
A szakember azt mondja, bár a harmadik negyed évben történt tragédiák rontottak a baleseti statisztikán, még mindig kedvezőbb az idei év, mint a tavalyi. Halálos balesetekből például 30%-kal kevesebb történt 10 hónap alatt Tolna megyében, mint tavaly ugyanezen időszakban. Megyeri Zsolt azt mondja, sokan azért halnak meg, mert nem használják a biztonsági övet, de az is gyakran vezet tragédiához, hogy a vezetők nem figyelnek a forgalmi rend változásaira. A szakember szerint ez történhetett az előbb említett Szedzes közelében, a 631-es úton történt balesetnél is. Tolna megyében jelenleg ez az út és a Tengelici út kereszteződése a legveszélyesebb. Regionális híreink következnek. Megalakult a Baranya megyei közgyűlés, a Fidesz-KDNP többség adja az elnököt. Mérsékelt együttműködést akar a helyi Fidesz, pénteken alakul a Mohácsi képviselőtestület. Koszorúzás 56 jegyében emléktáblát kapott a magyar forradalmat éltető író. Megtartotta alakuló ülését a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése, itt vették át megbízó levelüket a mandátumot szerzett képviselők, valamint megválasztották a testület elnökét, akit a közgyűlési többséget alkotó Fidesz-KDNP pártszövetség javasolt. Elsőként a választások eredményéről hallhattak a megválasztott képviselők a Baranya megyei közgyűlés alakuló ülésén kedden, ahol a testület korelnöke látta el ideiglenesen a levezető elnök szerepét. A Területi Választási Bizottság elnöke összegezte, milyen eredményekkel zárult az október 13-ai voksolás. Az elnyerhető 18 mandátum közül 12 mandátumot a Fidesz-KDNP közös lista, 2 mandátumot a Jobbik Magyarországért Mozgalom párt, 2 mandátumot a Demokratikus Koalíció, 1-1 mandátumot pedig a Momentum Mozgalom, illetve az MSZP kapott. Jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, így jogerőre emelkedett a választási eredmény. A beszámoló után a képviselők átvették megbízó levelüket, majd megalakult az a jelölőbizottság, amelyik a megyei elnök megválasztását felügyelte. 18 darab szavazólapot találtunk az urnában. Az érvénytelen szavazatok száma 5 darab volt, és érvényes szavazat 13 darab érkezett dr. Őri László Szabolcs személyére. Így az eskütétel után hivatalosan is Őri László vezeti a Baranya megyei közgyűlést. Még bőven van feladat. Baranya megye még nem azt az arcát mutatja, amit mi baranyaiak látni szeretnénk. Azért szeretnénk a következő években egy új lendületet véve dolgozni, hogy ez a megye ez fejlődhessen, és bízunk abban, hogy ez a kormányzat támogatását, a kormányzat partnerségét is élvezhetjük. Őri László elnöki beszédében hangsúlyozta, hogy jó együttműködés kidolgozása a cél a megyeszékhellyel, hiszen Pécs nélkül nem lehetséges a baranyai fejlődés. Kérdéses, hogy mi lesz a Mohácsi önkormányzatnál az alakuló ülés után. Pávkovics Gábor helyi Fidesz elnök szerint vissza kell állítani a rendet, így a legvalószínűbb, hogy amint lehet, feloszlatja magát a testület. A megyei közgyűlés tagja a Mohácsi Pávkovics Gábor, aki a városi Fidesz elnöke. Őt kérdeztük arról, hogy milyen működésre számít a kisebbségben dolgozni kénytelen Mohácsi polgármester ügyében. Együttműködik-e a fideszes többség a szocialista Csorbai Ferenccel? Alakuló ülést fogunk tartani pénteken, a polgármester úr Csorbai Ferenc összehívta. Igaz, hogy napirendi pont nélkül ilyet én még nem láttam, de hát majd csak találunk olyan témát, amiről döntenünk kellene. Jelen pillanatban nem kereste még a többségi Fidesz-KDNP képviselőcsoportnak a támogatását, illetve az egyeztetésre sem került még sor. Így valószínűleg a megalakuláson túl és a polgármester beiktatásán kívül nem lesz érdemi munka a Mohácsi közgyűlésben. A mi célunk az az, hogy mérsékelt konstruktivitást szeretnénk tulajdonítani, és ilyen magatartást szeretnénk majd a polgármester úr irányába kinyilvánítani.
a város fejlődése érdekében szükségesek lesznek olyan döntések, amiket meg kell hoznunk, költségvetés, fejlesztési források további allokációja, stb. Azonban a célunk az az, hogy helyreállítsuk a város működésének a rendjét, és a polgárok többségi döntésének érvényt szerezzünk. Vagyis a törvényi szabályozás szerint 6 hónap után feloszlatja magát a közgyűlés, és új választásokat írnak ki. Mint ismert, Csorbaira a szavazók 70%-a érvénytelen szavazatot adott le, tiltakozásul, hogy nem lépett vissza Szekó József halála után. Ezért tiltakozik személye ellen a Fidesz. Átvették megbízó leveleiket Siófok megválasztott képviselői és polgármestere, a 12 tagú testület október 29-én kezdi meg az érdemi munkát. A polgármester beiktatásával kezdődött a megbízó levelek átadása a Siófoki Városházán. A 12 tagú testületben a polgármesterrel együtt 7 a Becsülettel Siófokért Egyesület, 4 a Fidesz-KDNP, egy politikus pedig független képviselőként kapott helyet. Nagyon sok feladat van, egyrészt a területen, másrészt egész város szinten, de én úgy gondolom, hogy miután én 15 évet itt dolgoztam a Városházán, nem képviselőként, hanem osztályvezetőként, van rálátásom, és nagyon remélem, hogy nagyon sokat tudok segíteni a városnak. Az új testület első ülése október 29-én lesz, ahol már az érdemi munka is megkezdődik. Azt gondolom, az elkövetkezendő időben sok mindent át kell gondolni, ahhoz, hogy majd megfelelő struktúrában el lehessen kezdeni a munkát. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy jövő héten kedden lesz az alakuló ülés, ahol a mandátumot nyert képviselők az esküt le fogják tenni, majd azt követően tudunk beszélni arról, hogy a jövő hogyan fog alakulni. Az új képviselők beiktatása a Roma Kisebbségi Önkormányzat megválasztott képviselőinek névsorával fejeződött be, akik ugyancsak átvehették 5 éves megbízó levelüket. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ezt írta a francia Nobel-díjas író, filozófus Albert Camus az 1956-os forradalom kapcsán. Éppen ezért gondolta úgy a Pécsi Polgári Szalon Egyesület, hogy emléktáblát kell állítani az alkotónak a forradalom évfordulóján. Mindaddig adósai leszünk az októberi felkelőknek, amíg nem nyeri vissza a szabadságát a magyar nemzet és a magyar nép, üzente 1957. novemberében Albert Camus a száműzött magyar íróknak Londonba. Így emlékeztek vissza a Nobel-díjas író, filozófus Albert Camus alakjára, aki kiállt a magyarokért, az 1956-os forradalomért. Éppen ezért régi adósság, hogy nincs emléktáblája a 20. századi gondolkodónak Pécsett, ezt mondják a Pécsi Polgári Szalon Egyesület tagjai. Híres Magyarok vére című beszéde az éppen aktuális 1956. október 23-ához, a forradalomhoz. Mint ahogy a méltatásban is hallottuk, Albert Camus a szabadság képviselője, hírhordozója és elkötelezettje volt, és 1956. október 23-a a szabadságról szól. Éppen ezért a Polgári Szalon kezdeményezésére az Egyetem Rákóczi úti épületének belső udvarán emléktáblát avattak kedden. Így emlékezve az 1956-os forradalom kitörésének évfordulójára, illetve emléket állítva a francia írónak, filozófusnak. Az emléktábla mellett megkoszorúzták az 56-osok emléktábláját is az október 23-ai nemzeti ünnepünk előtti napon. Kalocsai mintával díszített klasszikus és modern kemencéket is megcsodálhatnak az érdeklődők Balatonendréden. Az Európában is egyedülálló bemutató helyen 15 működő kemence várja a hagyománykedvelőket. A cél a régi értékek megőrzése és a település turisztikai vonzerejének erősítése. A fűrészpor által leadott hőt azt a kemence felveszi, és csak a füst megy át a füstölőbe. Ez a füstölő. Sparhelt, grillező és füstölő. Így néz ki egy modern kemence, ezt mutatja Pap Lajos. A balatonendrédi férfi már 1963 óta készít kemencéket, saját udvarán pedig egy miniskanzent is kialakított. Reneszánszát éli a kemencézés, bár ma már elsősorban a kertekben használják szívesebben a családok. A balatonendrédi skanzenben nem csak a történetéről tudhatnak meg többet az érdeklődők, hanem arról is, hogy milyennek kell lennie a jó kemencének. Nem lehet szögletes,
annak íves felületeket kell kialakítani azért, hogy a láng ezeket a felületeket szeresse. Ugye a lángon keresztül kapjuk meg ezt a nagy hőtartást. A láng 800 fokos, a parázs csak 500. Gyakorlatilag, ha rosszul van kialakítva, akkor rossz a kemence. Eddig csak kevesek számára volt ismert, hogy a hazai kemence építészet legnagyobb kiállítóhelye a Balatonnál található. Ez a turizmus elől mostanáig rejtve tartott kulturális gyöngyszem nem más, mint az európai hasonlításban is egyedülálló, összesen 15 működő kemencével büszkélkedő balatonendrédi kemencés udvar. Annyira összhangban van a természetes anyag, a vas és a régi hagyományos pingálás. A kemencéket kalocsai mintával is díszítik. Antalné Szabó Éva éppen a kedvenc alkotását mutatja. Mint mondja, sokat változott az elmúlt évtizedekben a motívum. Már annyira gazdag, hogy szinte nem is lehet lexikálisan követni, mert nagyon gazdag, és minden pingálónak, nem sokan vagyunk, de minden pingálónak már más a mintavilága, és a mai napig is a természetből, a mezőről merítünk a színeket, formákat, de azért ragaszkodunk a régi ősiekhez is, megpróbáljuk a kettőt összehozni. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Október 23-a, kitüntetések, fáklyás felvonulás, színpadi műsorok Tolna megye szerte. Alakuló ülés, megkezdték a munkát a Tolna megyei önkormányzat képviselői. Halálos balesetek, rengetegen haltak meg az utakon az elmúlt hetekben. Pénteken kissé élénk északias légmozgás várható, a reggeli időszakban párásság, kiterjedtebb köldfoltok képződnek, melyek délelőtt eleinte még többfelé megmaradhatnak, majd előreláthatólag feloszlanak, és a napsütés veszi át a főszerepet. Éjszaka többnyire derült lesz felettünk az ég, a légmozgás gyengül. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!